shut-eye and changing your clothes. When you bring a car back, it'll get fixed up and listed on AdHoc's Autos. When you access the website from the laptop on the desk, you'll see your current stock of cars and be able to select how many you want to offload and to who. The amount you can sell at any one time is dependent on how many associates you got on hand. If we want to chase the bigger commissions, we're going to need to modify the cars to the bigger buyer specifications. Remove trackers, change paint jobs, rims, apply other mods. Different buyers got different requirements. The mechanic's on site to handle all that. It's an independent operator, so it costs to repair stolen cars that come in damaged, and to do the mods. But believe me, it makes life easy. And you see the door over there? That'll take you all the way down to the underground facility. You renovated down there, so there's somewhere to store any of those big, unwieldy, modified vehicles off the Warstock site. Only place to accommodate anything from a huge Phantom Wedge to an amphibious Blazer Aqua. And that's it. We should get to work. The more vehicle cargo we move, the more of an interest Sekiro Serve's gonna take in the company. We steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. Come by the office when you want to source that next car. See ya, boss. Thank you.
fucking shit! It's over! Get away! Thank you.
Megengedtem én ezt. Eddig a hang nem is ment. Hopp! Nem baj ez, nem baj ez, ne is menjél. És ma megy. Kapom a kultúrális sikítását, hallom. Kergetnek a rendőrbácsik. Meg akarnak büntetni. Ne! 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 Nem erre vagyok! Nem látnak engem. Hazugsága megnéz. Jó van, elkerültem őket, ügyes vagyok. Úgy kikerültem őket, mintha én lennék a rendőr kerülő. Én nem munkakerülő, hanem rendőr kerülő. Van is ilyen kivételes percek, amikor rendesen, hogy nem laggol az autózás. Az egyszerűen leáll nálam. De most megy rendes. Most normálisan szeretnél megy. Szeretnél jobb neted. Ugyan. Mikor fog lejárni? Nem? Ha nekem azt mondod, hogy holnap után ki kell fizetni, akkor ráfázhatsz. Tessék? Mikor kell fizetni a netedet? Ha azt akarod nekem mondani, hogy 3 nap múlva fizetni, akkor lehet, hogy ráfázhatsz. Azt csak 3 hét múlva tudok. Azt mondd meg nekem előtte. 3-án tudok fizetni. Kész, pont. Szóval előre, hogy neked kéne ezt ugyanúgy tudnod, nem fogok ráfázni. Te ígérted meg, akkor miért én nekem kéne ráfáznom? Meg te fogsz ráfázni. Te fogsz ráfázni. De neked nem lesz neted. Ne, lesz neted, mert én kifizetem. Hát akkor majd... Te fogsz ráfázni, nem tudod az ígéretbe. Majd akkor idővel visszaadom, de mondom, hogy nem biztos, hogy 2 nap alatt tudok én fizetni. Mondjuk azt a hónapot, hogy melyik hónapba kell fizetni. Martin... Ne vezelje itten... Lopunk a... Melyik nem akar, végét nem akar ütni. Üssed, üssed már! Na, gyerünk. Megyünk az autóról. Súgy. Most helikopterrel megyünk. Én vagyok a pilóta. Én vagyok a pilóta piskóta. Na, gyerünk. Egylődözött. Hívnak. Én kikapcsoltam, én ügyes vagyok. Ez az. És fölveszem letet. Most ugye nem zuhantunk le. Ugyanúgy egy autót lapunk. Itt valahogy beparkolunk szépen. Az a lagolás van megint. Hát az... Fárak mész neki. Nem, azt most tényleg majdnem neki mentem. De leparkoltunk. Na, szállj ki. Le leszünk parkolón. Vedd elő a fegyvered, a legnagyobbat, de ne a rakétavetőt. Ez nem úgy működik, és beköszönünk el János. Távcsöveset vagy géppisztolyt? Azt tudom, hogy hova tűntél, hely. Ja, ezek a szomszédok, hoppa. Szomszédokhoz köszöntünk be. Na, egy szomszédokat is lenni. Megérdemlik. Nem kellett volna itt szomszédoknak lenni. Nem tudok átmenni a szomszédokhoz. Ugye, lődöznek közben. Mi van szomszéd? Én is ezt mondtam neki, hogy mi van szomszéd, azt megnézte. Egész utca lődöz rám. Itt is ki tudok menni? Én a kapun nem tudok kimenni, csak a... Zárták a kaput. Na, hol vagy? Bodyguardokat szedem épp ki. És miért épp a szomszédokat kell kinyírni? Nyújtsd ki ezt az izét! Na, gyere! Valaki jön nagyon gyors. Repedd be! Repedd! Autóba. Hát gyere az... már! Benne vagy. Jaj, hát nem biztos. Várjál meg! Hajd, de szaggat neked a neted. Na, végre beszálltál. Na, nyitott, bocsánat. Ez az. Na, megyünk? Nem úgy néz ki. Na, megyünk leadni az autót. Jól néz ki. Miért? Ez a nagyban... Buf! Mi ez a nagyon gyilkos zene? Elég így gyilkos zene.
eléggé olyan, mintha a... Na most valami történik? Igen, helikopter követ minket, szarjuk, mert mindenki legyőzött. Nekem ki kell szállni az autóból. Nem szállnod. Miért akart kiszállni az autósalmból? Ami még nem ennyi, de állok. Na, mi lesz még? Semmi, csak ne tört el az autómat. Ne tört... Én ne törjem el az autót? Hát kitörted az üvegem és 50 dollárba kerül. Neked is ez az ágy, mert nagyon ilyen, mintha épp a hangérzékeimet akarná meggyilkolni a zene. Az egy nagyon jó, amikor lagol. Nem baj ez. Most állunk a hídon és lődözöl rá néha, vagy hogy van ez? Nem lődöz rá senki. Nem-e? Fuh! Ez az, puf! Ja, most egy kicsit meglődöztek. Hol van még, aki lődött? Amúgy, tényleg? Azt írja, hogy lődöznek ránk, de... Amúgy, mennyire szaggálták? Mondom. Nekem a autót lövi, de én tökásra nem vagyok ott, ahol te. És az autót mégis jön. Onni, de hányan te? Nincs golyóm. De ki se tudok szállni az autóból, ez a semmi. Ez mi? Na végre. Puh, ez nagyon kemény volt. Én nem fogok veled játszani, mert a semmi lődözött, és a semmi meg sem az autót. Ez rendbe kerül, hogy megjavítsa az autót. Az nem is sok. Akkor kell mennem a nagyihoz. Mennyi az ja? Az elnézést. Majd ha visszajövök, akkor szólok. Exit game. Yes.